ezt a felvételt 89-ben készítettem, egy VHS rendszerű kamerával, ami ugye akkoriban elég ritka volt. Ezt Pestről hozta édesapám, kölcsönözve volt. A bérleti díja az letétben 60 ezer forint volt, amit ugye később visszadtak, amúgy napi díj az 2000 forint volt. És két napig volt nálunk, ez egy balagás alkalmából lett elhozva Pestre ez a kamera, és akkor ahonnan indul a videó, ott a nagymamámnál voltunk éppen családi összejövetelem, és hát ott készítettük ezt a részt. És honnan indulunk? Melyik részéről ezt elmondom? Ez a tiszti üdülő sugárút mellett lévő lakótelep, a tiszti üdülő. És a mikrofonnál is Kovács Zoltán. Na igen, én a anyós ülésem a édesapám, ő kamerázott. Igen, ez a sugárút. Trabanttal. Milyen kocsival voltatok? Dacia. Itt éppen hazafele tartunk. A sugárút alja, hát ugye csak Trabantokat látni, Ladát, Warburgot. Itt már a Budain vagyunk. Sárga busz. Lada, Trabanton mindig előttünk megy. Skodák, na itt én válthatok, 17 évesen, friss jogosítvánnyal, bajusszal. Hasonlít. 30 évvel ezelőtt, itt volt az Édász épülete, itt haladunk el mellette, telephely. És akkor itt lesz egy vágás, nem, már menjünk tovább. Na most bemegyünk a belvárosba, itt kiszálltunk édesapám a kocsival, és itt egy ilyen kis körbenézést csináltunk a kamerával. És itt a trafó, ami ugye most már kávézó, egy elég menő hely. Itt már bástya fagyizó, azt a rámpát ugye lebontották, győző sokan így emlékeznek rá, ezt a részt lebontották. Finom volt a fagyi? Nagyon. Talán ez egy legismertebb fagyizó volt akkoriban. És most jön a lényeg, a Petőfi Filmszínház, az akkori arcadatával, és a bisztró romjai. Akkor abban az időben elég sokáig így állt a bisztró, tehát félig le volt bontva. És hát inkább ilyen szemetes volt ott a környék, akkor a bisztró környékén. Mennyi volt a moziban egy jegy akkoriban? Arra emlékszem esetleg? Hát arra nem emlékszem. Akkor már videókorszakon nem nagyon jártunk sajnos. Ugye akkor jött be a videó, videózások, inkább összejöttünk a barátokkal a lakáson, és akkor videóztunk, így néztünk Rambót. Kis pipa. Az egy étterem is volt, igen, ugye? Igen, hogy ott... és akkor szórakozó hely is volt még ezután, a idők után. Tehát diszkó is volt ott később, de étterem volt. Na, itt pedig a szemüveg keretgyárnak a árkádok része, amit most már lebontottak egy jó 5-6-7 éve, de lehet, hogy már van 10 éve is. És akkor itt megyünk végig a Kossuth Lajos utcán. Megyünk a Hősök tere fele, és akkor az ismert rész, ugye a lámpák fognak jönni. Most már ott körforgalom, van a nagy körforgalom, de ugye évekig, talán mi mai napig is sokan úgy ismerik, hogy a lámpák. Én is szoktam, hogy a lámpáknál, pedig már nincsenek lámpák, hanem körforgalom. Ez egy ilyen csomópontszerű, vagy egy ilyen, tájékozódási pont. És akkor most már kellett egy kis idő, hogy emberek átálljanak, hogy nagy körforgalomnál. Régen a lámpák ugye úgy jöttek. Tehát mi is ugye előttünk a Lada, sárga busz. Csak ladák. Senki nem rohan. De sajnos a benzinkutat pont nem látni. Az ott volt még hátul, az még működött. Tehát jó fel, hogy mentünk volna. De nem arra megyünk ugye. Akkor itt volt a bisztró, ennek is volt több neve, nem csak simán a bisztró. Többi nére most nem emlékszek. És itt megyünk a kerettemplom mellett. Itt jön ki a Tárti útra, vezetett át egy kis út, onnan kigyarod ki ez a kombi zöld lada.
ugyanaz sincs meg az a kis út. És akkor megyünk ki a rendőrséghez, mindjárt odaérünk. Itt is kereszteződésben látni, hogy ha most elnézünk jobbra, akkor rendőrség. Itt még csak a néhány éves lett az a épület körülbelül. És elmegyünk balra. Na, ezek a nagy fák, ezeket hát, hogy elég gyorsan ment itt a kép, de ott kivágtak elég szép nagy fákat, azok már nincsenek meg. Akkor megyünk a Schweigel budai fele, ez az ABC, ez mindig megvan. Hirdető táblák ugye a fákon, amit már nincsenek. Vasútállomás fel, azt ugye felújították most ezt a útszakaszt, meg a vasútállomást is így újítják. Eléggé rossz állapotban volt annak idején. Hát én itt nőttem föl ezen a részen. Most megyünk a Macskaköves úton. Itt a sárga busz. Ez most már nem így néz ki, itt már Járdasziget van, felújították ugye idén ezt a részt. És akkor itt volt egy lángosos kanyarban, ez már nincs. Mellett egy zöldséges, és a hajnyitalázó. Hát oda jártunk inkább, a lakóterepiek sokan. Akkor még nem volt Tesco, meg ilyenek. Megfordultunk, és akkor megyünk vissza fel a Sugár út fele, a budain. Schweigel, bocsánat, a Schweigel. Hát ez a rész meg ide, nem talán most ezek a sövény, ez már nincs ott, ugye előbb néztük, jártunk arra. Tűzoltó, ez a rész ugyanúgy néz ki most is. De az utat följavították. Itt a zöld lada, megint egy zöld lada. Meg hogy itt haladunk a Sugárút irányába. Ugye itt most már körforgalmat készt csináltak. Magvetőszobrot már eltüntették ki, mert itt volt egy zöldséges. A bolt mellett. És itt van most egy körforgalom, ami annak idején nem volt. És akkor itt visszafordulunk a Sugárútra. Ezek a nagy fák sincsenek már. Ezek a nagy legényefák. Fák megnőttek. Hát ez a rész is ugye, a étterem, Sugár, a zöldséges, ez azóta is